Az élete mindig is a színház körül forgott, a közönség pedig az első pillanattól kezdve a szívébe zárta. Jászai Mari és Kossuth Díjas érdemes és kiváló művész. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A nemzet színésze, ő Molnár Piroska, akit sok szeretettel köszöntünk. Én is köszöntöm a nézőket is, és titeket is. Üdvözlünk itt Erdélyben. Ha a történelem annó másként alakul, akkor lehet, te itt nevelkedsz föl, vagy akár erdély színésznő is lehet. Akár elképzelhető, igen, édesanyám innen származik, meg az ő szülei, Andrássy nagyapám szintén, de hát aztán anyám valahogy a Felvidékre ment férjhez, és akkor a háború után vissza akart jönni, de már lezárták a határt. Akkor Békés megyébe voltak rokonai testvérei, és ott ragadtunk végül is. Úgyhogy Kunágotán nőttem föl. És milyen volt a gyerekkorod amúgy? Csodálatos gyerekkorom volt. Hát ugye 50-es évek, de hát mi nem éreztünk ebből. Uh-huh. A szüleink azért, vagy az édesanyám aztán mindent megtett, hogy ebből mi ne érezzünk semmit. Hát ugye az ember elkapott egy-két szót, a kulák, meg elvitt. Megverték, meg szóval ezek olyan szörnyűködéssel töltötték el az embert, de gyerekként ezt igazából nem is nagyon fogtuk föl, meg ugye jöttek a padlás lesöprések, hát az mint gyerek, hát én dicsekedtem, hogy nálunk tele a padlás. Szóval volt egy nagyon jó szándékú ilyen beszedő, mert azt mondta anyámnak, hogy na fogja be a gyerek száját. Aztán menjünk innen, vicuska, magának semmilyen nincs. Kunágotán milyen inspirációt kaptál, hogy úgy dönts, hogy te színésznő leszel? Hát volt egy mozi helyiség, ugye, mint minden faluba akkor, és hetenként legalább egy vetítés, hogy mentek sorra a filmek, ugye falvakról, faluról falura, és akkor hétfőnként volt ez általában, és anyám mindig elvitt. Aztán egy idő után elkezdett érdekelni, hogy akik ott mozognak a vásznon, hogy azok kik, mik. Anyám mondta, hogy színészek, mondta, hogy ebből meg lehet élni, mondta, hogy hát igen, nem mondtam, akkor én az leszek. Ha jó vagy. 4-5 éves koromban ezt így eldöntöttem, és ez lett. És egyből felvettek ugye az egyetemre. Igen, hát akkor még főiskola volt. Uh-huh. Igen, első jelentkezésre felvettek. Uh-huh. Őszintén szóval nem is tudtam, hogy még lehet. Annyira uh-huh. bíztam abba, hogy akik ott ülnek, azok rögtön meg tudják állapítani, hogy én uh-huh. tehetséges vagyok, vagy nem. És hát nem, eszembe nem jutott, hogy a következő évben esetleg lehet újra jelentkezni. Uh-huh. Úgyhogy hál' Istennek, hogy felvettek. Emlékszel arra, hogy mikor volt az első nagy színházi sikered, vagy akár nyílt tapsod? Hát Szegeden már, mikor első éves színésznő voltam, és Gáspár Margit az Állam Én Vagyok című vígjátékába játszottam a kis csúnya hercegnőt, akit a herceg férje megcsal, és ott vannak éppen a hercegségben vendég játszik egy kis színész trupp, és a színésznő, aki közben a herceg szeretője, megsajnálja ezt a kis fiatalasszonyt, és kikupálja, hogy kell egy férjet megtartani. És akkor a második felvonás úgy kezdődött, hogy én kijöttem lila nagy estébe, meg hófehér parókába, meg nem tudom mibe. És a közönség a látványra annyira elkezdett tapsolni, én meg úgy megijedtem, hogy elindultam visszafelé, mert nem tudtam, biztos rosszkor jöttem, vagy a baj volt. Nem tudtam, hogy nekem tapsolnak, az átváltozásnak tapsolnak. Talán ez volt az első ilyen kicsit bohókás sikere. És ugye játszottál Szegeden, Kaposváron, Nemzeti Színházban, igen, a Katona József Színháznak alapító tagja, igen, voltál. Mi volt az oka, hogy gyorsan otthagytad amúgy a katonát? Hát olyan gyorsan azért nem, 4 évig uh-huh. voltunk ott, de hát ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert ugye kisebb társulat volt, volt évi 4 bemutató, volt 36 vezető színész együtt, uh-huh. aki mind főszerepre vágyott. Ezt ugye nem lehetett kielégíteni. Boldogan eljátszottuk mi a kollega mellett, vagy csak nekünk is jusson valami. Uh-huh. És akkor én még éppen 30-valahány voltam, szóval a 40-hez közel, amikor női szerepekbe se duskál a pálya, szóval valami
A fiatalabbakat már a fiatalabbak játsszák, az idősebb szerepeket a még idősebbek játsszák, és valahogy ott van, támad egy űr. És akkor én gondoltam, hogy hát ez nekem az, hogy reggeltől estig a tévébe vagyok, a rádióba, a szinkronba, ez valahogy mégse a színház. És akkor már többen visszamentek Kaposvárra, Koltai Robi, Pogány Jutka, Lázár Kati, Jordán, Lukács Andor, sorolhatnám. És akkor a Helyei Lacival mi is gondoltunk egy nagyot, és megköszöntük szépen azért, és lementünk Kaposvárra. És hát az volt a pályám, hogy mondjam, legerősebb része azok az évek. Eddigi pályád alatt közel 80 filmben játszottál, és körülbelül 250 bemutatód volt. Igen. Ha azt mondanám, hogy mondj egy kedvencet, akkor az egy nagyon nehéz kérdés lenne. Nehéz, mert semmiben nincs kedvencem, se ételbe, se ruhába, se virágba, se fűbe, fába. Szóval nincs kedvencem. Ami éppen elém kerül, annak örülök, azt szeretem. Viszont mondj egy olyat, amelyik most hirtelen az eszedbe jut, mert az biztos ott van a top listán. Hát most 205-ször játszottuk éppen mielőtt eljöttem a Leszállás Párizsban című olasz vígjátékot, amit a Hanvai Kornél fordított, illetve hát kicsit átigazította, és a 205. teltházat játszottuk belőle, és ott van egy házvezetőnő szerep, ami nagyon szeretem, igen. De hát említhetném a Székely Csaba által fordított Szent Iváné álmot, amit Varázslat egy nyár éjszakán címmel játszunk most, és én vagyok Puk. Igen. Úgyhogy az is nagyon kedvenceim közé tartozik. Ha visszagondolsz mondjuk az eddigi életedre, nosztalgiázunk egyet, akkor melyik lenne a legszebb periódus szerinted az életedben? Hát talán kicsit ugye ketté válik a magánélet, meg a szakma, mert a szakma annyit ad vissza az embernek, amennyit beleölt a magánéletébe. Ha mindent beleölt, akkor nincs magánélet, de a szakma visszaadja gazdagon. Ha fordítva van, próbál magánéletet élni, akkor le kell mondani a szakmának bizonyos részéről. Tehát ez soha nem kapcsolódik. Úgyhogy hát talán mikor úgy döntődött, mert nem is én döntöttem, hanem az élet döntött helyettem, hogy akkor magánélet helyett van a szakma, talán az egy jó döntés volt az élettől. Bármennyire fájdalmas, de jó döntés. Ez lett az első számú szerelem. Hát ez lett, igen. Igen. A díjaidnak a nagy részét felsoroltuk, de nagyon hosszú a lista. Hosszú, a Prima Primissima díjtól. A család azt szokta mondani, hogy még a legjobb bundáskenyér készítő díját nem kaptam meg, de ők majd megszavazzák nekem. Meg lehet lepődni ennyi díj után még egy 11., 12. díjnak, tudom, vagy még díjtól lepődtél meg. Nem tudom, hogy ez meglepődés kérdése. Mindig, hogy mondjam, egy jó érzés, ha az embert értesítik, hogy kapott egy díjat. Feltétlenül jó érzés, és nem az az első érzés, hogy na, adjatok már megint egy díjat, Isten ments. Ez mindig nagyon, nagyon jó érzés. Legutóbb a Psota Irén díj odaítélésénél, amikor jött a telefon, hát akkor tényleg szinte levegőt se kaptam, hiszen ismertem, hál' Istennek még ismertem Irént, és eszembe se jutott, hogy én leszek az, aki Prota Irén díjat kap. Az például egy külön, az ilyen külön meg. Na jó, mondjuk ez egy meglepetés volt. És a nemzetszínésze kitüntetés? Hát az nagyon érdekes volt, mert Komlós Jucika halála után kaptam én meg. És főiskolás koromban játszottam Komlós Jucival az akkor Itália színházban. És akkor haldoklott anyám, és halt is meg, amikor együtt játszottunk a Kafka Per című darabjában Jucikával, és Kazimír volt ugye az igazgató, és akkor én lementem a faluba, éjjel anyám meghalt, és másnap feladtam egy táviratot, hogy
maradjon el az előadás, kérem, mert nekem intézkedni kell. És akkor utólag hallottam vissza, hogy Kazimír azt mondta, hogy az előadás nem marad el, hát az előadás nem maradhat el, hát minden igazgató ezt mondja, vagy... És akkor a Komlós Lucika fölment hozzá, és azt mondta, hogy Karcsi, ezzel a gyerekkel maga ezt nem csinálhatja, akkor miattam marad el az előadás. Mm. És akkor kaptam egy táviratot, hogy nyugodtan maradjak. És ez, erről senki nem tudott, és akkor Komlós Lucika halála után egyszer csak jött a telefon, akkor az Alföldi Robi volt az igazgató, hogy Piroska, te lettél, és akkor, akkor ez valahogy semmilyen ezoterikus dologban nem hiszek, de valahogy ez mégiscsak, mintha Jucika úgy kicsit kiintett volna. Az univerzum időkarta. Szerinted amúgy mi a legfontosabb amúgy ebben a szakmában, a tehetségen kívül, hogy valaki tényleg igazán nagy legyen? Hát egyfajta kötelességérzet, és teljes odaadás. A kollégák iránt, az egész iránt, amit csinálunk, hogy soha ne én legyek a fontos, még akkor se, ha a legfőbb főszerepet játszom, amiben egyébként csak az a legjobb, hogy nem kell megtanulni a tapsrendet, mert biztos, hogy én jövök utoljára. Ezt szoktam mondani. De hanem, hogy mindig együtt valamiért. Ez persze egész fiatalon az embernek hát nem így jut még eszébe, de aztán rájön, hogy jobb az, ha mind együtt, és nem a ki, ha én nem. Ehhez kell az idő és a rutin. Kell, meg jó példák idősebb kollégáktól, meg egy kis, szóval rájönni arra, hogy a szerénység az egy jó erény. Egy nagyon jó kolléga, jó szívű vagy, nagyon szereted a fiatalokat, és időközönként támogatod is, még anyagilag is, hogyha kell. Honnan ez a nagy lelkűséged? Hát nekem is jól esett, amikor fiatalon gondoltak rám, ha éppen szükség volt rá. És ugye van ez a nemzetszínésze díj, amivel jár egy havi összeg. És miután én még alkalmas, tehát munkaképes vagyok, és sokat is dolgozom, ennek megfelelően anyagilag hát nem panaszkodhatom, van mit aprítani a tejbe, meg a nyugdíjam is elég szép. Ezt az összeget én általában, ha csak tehetem, akkor a fiatalok megsegítésére fordítom, mert úgy érzem, hogy ezzel a díjjal jár egy ilyen dolog, hogy az ember adjon is vissza abból, amit kap. Milyen szép. Igen, meg ez csodálatos. Amúgy egyszer mondtál egy interjúban egy olyat, hogy a színházban nincs rivalizálás. Amúgy tényleg így gondolod, vagy sikerült megvédened magad ettől, akár mindig mint egy olyan páncél? Olyan helyeken dolgoztam, ahol ez meg se fordult, fordult a fejekbe. Nyilván ez a vezetőségtől is függ mindig, és akkor hát olyan egyívású kollégák, ha összekerülnek, akik egyet gondolnak, akkor ott föl sem merül. Szerencsés helyzetben voltál, mert szerencsésben. Amúgy van, tényleg van. Persze, nyilván van, főleg a nők hallja az ember, igen. A fiúk között sokkal jobban. Ha bele kipiszkálsz kicsit, a fiúk között sokkal jobban, de szerencsére én nem tapasztaltam meg. Egyszer volt egy nagyon jó hasonlatot, hogy a színház olyan, mint egy foci csapat. Hogy ez az egész, ez egy csapatmunka. Ezt az én drága színészmesterség tanárom Pártos Géza mondta, hogy gyerekek, drága, megvan, föláll a csapat, mindenkinek tudnia kell a helyét. Aki kapus, az ne akarjon gólt lőni, aki csatár, az lő, a hátvéd a csatár lábára kell, hogy adja a labdát, mert a csatár kötelessége berúgni a gólt, ne akarjon a hátvéd gólt rúg. Tehát ne vegyük el ezt a sorrendiséget, amit a szerepek ugye megszabnak. Szóval ne akarjuk eljátszani a másik szerepét, amiközben nekünk egy más poszton kell játszanunk. És ha esetleg érzékel színházban olyat, hogy valaki öncélú és nem csapatban dolgozik, akkor az hogy reagálod le? Vagy... Hát ha a rendező nem tartja kötelességének, hogy erre figyelmeztesse, akkor az úgy a kollégáknak megvan a trükkje, hogy
hogy egy kicsit, hogy vezessük rá arra, hogy öregem most ne akar jobban tudni nekem, mit kéne csinálni, mindnek csináld a dolgodat, aztán majd esetleg, ha megkérdezem, hogy te szerinted ezt hogy kéne, akkor majd segíthetsz. Amúgy rengeteget tapasztaltál, és hihetetlen érték van mögötted. Szerinted mennyit változott amúgy a világ, az emberek, mondjuk az elmúlt 50 évben? Hát nagyon sokat változott. Nyilván van, aki azt mondja, hogy rossz felé, meg nem szeretem, amikor fölteszik a kérdést, hogy na, a mai fiatalok közt van-e egy Sinkovics Imre, vagy egy... Hát van. Csak ennek a korosztálynak most a, nem mondok neveket, ki a Sinkovics Imréje. Uh-huh. Vagy ezért csak oda kell figyelni. Uh-huh. Úgyhogy ugyanúgy rengeteg tehetség van, rengeteg fiatal tehetség van, akikből lesznek majd a Sinkovics Imrék, a Mensáros Lászlók, a Gábor Miklósok, stb. Csak most másként hívják őket. És te hogy érzed, mennyit változtál az utóbbi 50 év alatt? Hát én hál' Istennek sokat. Én elég későn kaptam észbe, hogy így fogalmazzak, hogy a 30 éves korom körül állt be ez a hogy nem ki, ha én nem, hanem csapat. Voltál ilyen? Jó, nagyon tökhendi, csúnya kis. Már csúnyán, szóval néha csúnyán tudtam viselkedni. De aztán az élet, meg akik közt voltam, azok valahogy csöndbe ráneveltek arra, hogy hát azért ez nem így van. Nem hiába kell az a szerencse azért. Kell. Hát neked az volt, nagyon fontos, hogy az ember hova kerül. Ha engem nem az akkori kaposvári közösség nevel föl, és figyel rám akkor és azóta is, vagy figyelünk egymásra, akkor lehet, hogy más irányba megy el a dolog. És amúgy nagyon szépen haladsz a korral, ugye szeretsz fényképezkedni, és ugye a számítógépekhez is bátran nyúlsz, ugye? Ó, hát persze. Hát ez... korra, hogy mondjam, hát azzal jár, hogy az ember, ha már ilyen van, hát akkor ne veszítse el a kapcsolatát. Hát régen egy-egy anyagér rádiós, vagy nem tudom, el kellett menni valahova, most megnyomok egy gombot, azt letöltöm, vagy kinyomtatom, és már ott is van. Nem kell postára járni, amit már nehéz is. És ha Molnár Piroska pihen, akkor azt hogy csinálja? Hát az ritkán jut. Mikor épp nem forgat. Igen. Még is forgatod a Keresztanyú sorozatot. Nem, a Keresztanyú már rég lement. Ez a, mi is ennek a címe, Drága örökösök visszatérnek, vagy valami ilyesmi. De ezt is befejezzük április végén, és akkor elhatároztam, mint mindig, hogy soha többet tévésorozatot. De hát betöltem az idén a 78-at, úgyhogy bizony ideje lesz azt mondani, hogy nem árt most már egy kis pár pizsamás nap rejtvényfejtés. Meglátjuk. Még aradjunk egyet egy pár. Amúgy a tengert még meglátogatod, vagy vannak ilyen tervei? Sajnos már pár éve már nem tudtam lemenni a tengerhez. Nem bírom már a hosszú utat, akkor repülni kéne, az meg pacemakerem miatt kicsit félek, tudom, hogy bírja, csak mégis furcsa, az emberben van egy kis plusz szerkezet. Igen. Szóval ez már nehezen. Nehezen. És ha lenne egy olyan helyzet, egy visszautasíthatatlan ajánlat, és te nem utasítanál vissza, hogy egy csettintésre a tengerpartra kerülnél, egy kicsi szigetre. Hát csőpostával bármikor, persze. Teleportálógéppel mondjuk. Igen, így. Igen, de csak három dolgot vihetnél magaddal. Igen. Bankkártya nem játszik. Mi lenne az a három fontos dolog a számodra? Ha Brelába úgy áttennének, ahova jártam nyaranként, egy Brela Soline nevű kis fürdőhelyre Horvátországba, ha úgy hip-hop Brelába teremnék, akkor igazából nem kéne nekem semmi, csak egy fürdőruha, mert ott minden volt, ami nekem kellett. És mondjuk, hogyha lenne esetleg egy rossz tulajdonság, amit mondjuk nem vinnél a szigetre, akkor melyik lenne az? Amit otthon hagyhatnál, és anélkül mehetnél oda a szigetre? Hát nem is tudom. Mert most már valahogy meg kéne határozni, hogy másnak mi a rossz
tulajdonság. Mert lehet, hogy amit én rossz tulajdonságnak tartok uh-huh. magamban, az másnak, más szemével nem rossz tulajdonság igen, bennem. Igen. Tehát valahogy ezt, uh-huh. ha eldöntődne, hogy mind a kettőnknek úgy uh-huh. értelmezzük, hogy ez rossz tulajdonság, akkor ezt itthon hagynám, de most így hirtelen kapásból nem tudnék. Ez már jó, ha nem jut eszembe. Az jó, igen, ez jó irány. A döntésekkel hogy álltál? Ha visszaforgatnánk az időt, akkor van úgy, hát, hogy másként döntenél bizonyos helyzetekben? Általában nagyon nehezen döntöttem, és mindig rábíztam az életre, vagy a helyzetre, hogy döntse el helyettem. Uh-huh. De és olyan nehezen, hogy álmatlan éjszakák? Hát amikor az ember eldönt valamit, rögtön meg is bánja. Uh-huh. Mert rögtön megbánja, hogy miért úgy döntött, miért nem amúgy döntött. Tehát inkább erről leszoktam, hogy én döntsek, na, majd kiforogja magát, hogy a dolog aztán eldöntődik. És valahogy egyre inkább ezek történtek az életemben, hogy az élet eldöntötte, hogy tovább. Uh-huh. És aztán már rá is bíztam végleg. Azt uh-huh. is eldöntötte az élet, hogy folytasd tovább a szakmát, hisz volt egy kijelentésed tavaly előtt. Hát minden nap azzal kelek föl, hogy most már holnap nem. Hát ezt a hosszú utat is, hát nagyon féltem tőle, bevallom, és még a visszaút, ugye még hátra van, meg hát még az a három város, vagy ahova még megyünk innen. De úgy gondoltam, hogyha még ezt is kibírom, akkor olyan nagyon nagy baj nem lehet. Amúgy hogyan bírod, hiszen ugye nagyon aktív vagy, most is forgatsz, színházban játszol, mi az, ami hajt téged? Én ezt úgy hívom, hogy van bennem egy bornírt kötelességérzet. Uh-huh. Apám szlovák származású volt, és anyám használta ezt a szót, hogy bornírt, és én azóta előszeretettel használom én is, uh-huh. hogy van bennem egy bornírt kötelességérzet, hogy sokszor még arra ébredek reggel, hogy elkések a suliból. De jó. Jó. Úgyhogy amit vállal az ember, azt teljesítse. Uh-huh. Az időmúlását hogy kezeled? Mikor volt nehezebb vagy könnyebb? Most vagy akár 40 és 50 év között? Hát a 40 éves korban még az ember nem hiszi el, hogy lesz 80. Igen, ott jön a változó időszak a nőknél, amikor nagyon megijednek. Igen, amikor már. Én olyan nagyon megijedve nem voltam, inkább 60 után, sőt 70 után kezdtem megijedni, hogy hoppá, hát hogy hol vagyunk, mindjárt 80. És ugye 28 évig játszottam a Nemes Nagy Ágnes Borsnéniét, és 80 éves a Borsnéni a színdarab szerint, és gondoltam, hát azt ki kellene várni, és akkor hát még 2 év lenne hátra, de már lemondtam róla, mert fizikailag nem bírom meg, ugye reggel 10-kor van sokszor előadás, hát azt már nem tudom fölvállalni, hogy 10-kor én énekeljek, és boldogan ugrabugráljak a gyerekeknek, mert végén kinevetnek. De még a színpadon sokáig fogunk látni. Reméljük. Hát hál' Istennek egy olyan színházban vagyok, és olyan vezetőséggel és kollégákkal körülvéve, akik megértik a helyzetemet, hogy egy bizonyos fizikai állapot ugye beáll óhatatlanul az évek számával, és olyan szerepekkel bíznak meg, amiket így is teljes értékűen el tudok játszani. Reméljük, hogy minden többet fogunk majd színpadon látni. Nagyon köszönöm. Sok jó egészséget és sok vastapsot kívánunk, és köszönöm. Nekem személy szerint öröm volt találkozni veled, és köszönöm öröm volt szépen. Ez a beszélgetés. Köszönjük, hogy itt köszönöm, és üdvözlöm a nézőket.